Látom füstjét, de csak elég, hogy az égen feketélik. A Cikói Hagyományőrző Egyesület kórusának közreműködésével avatták fel a felújított székelykaput. A község szimbólumává vált építmény 11 évvel ezelőtt, 2010-ben került a településre, de az eltelt évek alatt olyan rossz állapotba került, hogy szükséges volt a felújítása. Pályázati támogatásból és helyiek összefogásával több mint 3 hónapig dolgoztak a renoválásán. Bogos Jeromosné, a Cikói Hagyományőrző Egyesület elnöke azt mondja, hogy példaértékű volt a segíteni akarás a székely közösségen belül. Melengette a lelkünket, a szívünket, hogy most végre nekünk is van valami olyan emlékünk, ami ha valaki bejön a faluba, akkor köszönti ez a székely kapu őket. Úgyhogy most nagyon örülünk, hogy sikerült felújítani. Az ünnepségen Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszöntő beszédében kiemelte, fontosnak tartja, hogy a helyi székely közösség megőrizze és ápolja a szimbólumait, kultúráját és a hagyományait. Egy széles összefogás eredményeképpen most közösen ünnepelhetjük a székely kapunak a felavatását. Ez a székely kapu is emlékeztet arra, hogy a bukovinai székelységnek nem csak múltja van és jelenne, hanem szeretnénk azt, hogyha a jövőnk is lehetne. Az ünnepélyes szalagátvágás és a kapu felszentelése után állófogadásról látták vendégül a jelenlévőket.